Na, hali folytassuk a Cségó Orvacsot, nem tudom hányadik rész, 40-valahányadik. És D2-n játszik a srácunk. Egy terrorista 50-es pingen rendelkezik. Nulladik kör, vagy mi? Nem, ez még csak warm up, a valószínű. És áll egy helybe T kezdőn. Igen. Ugye szoktam mondani, tehát, ugye szoktam mondani, hogy warmup alatt úgyse szoktak nagyon csalni, de azért volt már rá bizonyíték, hogy de. Na nézzük, Ravidet pusolják a ték, legalábbis ő is egy társa. Ezek aztán szétszélettek, közép, alsó, rövid, hosszú, mindenhol van egy ték. Csak ez nincs. A genyú helyre plantol. Tudják mind a kettőt, CT-t valószínű. Ja. Ilyenkor amúgy sok választék nincs, hogy hol lehet a T, vagyis a CT. Van ugye, akinek volt kiska, vagy meglőtte, 17 HP maradt. Ó, már tudom, miért ilyen kurva hangos minden. Na, megvan az egér. Nem tudom, mint hogyha olyan lenne, hogy lövi, vagy mielőtt lőne, ugye így rárántja a célkeresztet. Ilyenekről beszélek. Prefire. Szegény CT. Jó, na nézzük. Megy ki fog nézni lent. Na hát... ilyenkor van az, most nem tudom megmutatni sajnos, mert nem látjátok. Meg itt tudok felnyúlni, mert csak eddig. Tehát én úgy szoktam elmenni például hosszún, hogyha így megyek, hogy fönt szájtot nézem dobozokba, vagy dobozokat nézem fönt szájton, ugye, mert ott szoktak ugolni egy itt A betű fölötti doboz, nem tudom, hogy hívják meg doboz, meg ugye ninja nagyon szokott lenni, csak onnan nem nagyon szoktak így az emberek így bemenni oda. Hát nonsense, hát tudja, hogy nincs itt senki szájton. Csak egy simán bemegy, úgyhogy nem is arra néz. Ez lehet, hogy VH lesz. Ezeket beszélem. Az ilyen lövések, ezek mik? Szuper. CT-k ilyenek hosszún. Ez VH lesz. Legalábbis én látok egy minimális VH-t. Az a baj egyébként az én Overwatch videókkal, nem csak az enyémekkel, hanem kb. Az összessel, hogy ugye az ilyeneket most, hogy ugye a CT oda ment rövidre, én azt nem tudom, mivel beszélek, és nem nagyon hallom ugye a játékot, mert nyilván hallom, de annyira nem, hogy innen meghalljam rövidet. Én nem tudom, hogy a srác az hallhatta-e, vagy sem. Tehát, hogy most jogosan tartott oda, vagy VH-zott. Csak ahhoz, hogy ilyeneket halljak, ahhoz kb. Az Overwatch videók 90%-ában kusba kellene maradnom, de az meg nyilván nem.
Azt nagyon vágja viszont, hogy le van tartva. Elég gyanúsan V-házik. Én VH-t mondok, idáig. Most mi nem lőtte le a CT-t? Nem értem. Na mindegy. Na, őt is. Őt nem. Annyi infoja van, hogy 2 B és 1 hosszú VP. Idáig. Ez itt közel, ez a CT-hez közelítő ilyen no trappolva jött. A szép volt. Igazság szerint mindig van ugye, tehát mindig van ott egy valaki, aki letartja rövidet VP-vel, vagy scout-tal, vagy akármivel, szóval. De már mondtam, hogy V-házik, mert V-házik. Csak mondom, hogy ez alap shot. Ez durva volt. Oké. Tehát tudja, hogy hosszú meg szállta nem bolyik senki. Ez egy sima VH. Talán még aim is ezekre a testre rárántósdásokra meg ilyenekre. Nem tudok beszélni. Oké. Úgyhogy CT ott van Bane. Folyamatosan prefire-t lő. Ez VH. Ez már a harmadik ilyen prefire, amit így lő. Ilyen nem létezik. Egyszer-kétszer lehet máki az embernek, de háromszor meg... meg folyamatosan... nem hiszem. Ugye most hosszúról lőttek, a társa trapport mögötte, és még rán, ugye a smoke is, ahogy itt terjed szét abban az 1-2 másodpercben, addig ugye van hangja, esélytelenül meghallja a sót. Idáig csak egy szimpla VH. Legalábbis tőlem azt kap. Az, hogy fejmagasságban a célkereszt és azért fejbe lövő az ellenfelet, tehát... jesszus. Olyan hosszú rövid fog jönni. Ez egy VH-s, aki hülye. Még azért tényleg ez már furcsa lett volna, hogyha ellövi egyből. Nos, fél órával később fogalmam sincs, mit mondtam már az előbb. Azt tudja, hogy VH, vagy a múltkor. Tudja, hogy VH-zik, azt tudom. Meg ugye ezeket is furcsáltam, hogy mindig ráránt lövés előtt. Hogy akár van egy pont elibe rántja. Akármilyen szögből. Bomba csipogás belassítok, kurva jó. Mennyi kört nézünk amúgy? Arra azért, tehát ilyenekre azért vigyázz, szóval egyszer se lőtt el ugye kapunk keresztül ellenfelet. Legalábbis én nem láttam. Egyszer ugye azt érezte, hogy azon keresztül lehet, hogy a fél teste kilógott, szóval tudta, hogy ott van nyilván.
Meg ott ugye a V-házik is, szóval. Kapja az infot, hogy szállítom Google. De ő tudja, hogy rá fog futni. Úgyhogy ott van hosszú, ugye a társat lelőtte. Mennyi furcsa, hogy tanult egyik se nézi. Na mindegy. Aimot is adok neki, mert aimot is adok neki. Hát ő nem volt. Úgyhogy toljuk tovább. Nos, következő srácunk baromnyira meglepő módon T2 játszik. 78%-os fejlődés, 14-4-ben van. 80-as ping. Oké, jöjjön a kövi. Én azt mondom. Nos, baromi meglepő módon megint D2 van, ez már a harmadik. 9-1, 77%-os fejlődés, 27-3-ba van. Vagy csal, vagy pedig valami globál smurf szilvereknél. Értem. Tehát az első elgondolása helyes, tehát a vagy csal. Úgyhogy ugorjunk az utolsóhoz ebben a videóban. Nos, bocs, de ennyi lett volna ez a videó. Mint lehet látni, sajnos mostanában nincsen sok időm. Még ez a hét lesz ilyen szar. És utána meg már normálisan lesznek videók. Remélhetőleg nagyon sok ideig. Mint ahogy ugye voltak, tehát vagy napi egy, vagy napi kettő. De most ez a hét még szar lesz. Úgyhogy ja. Meg nincsen sok öröm, tehát most itt fél órát még várjak azért, hogy tudjak fölvenni 20-10 percet, és mennem kellene. Úgyhogy bocs, és kösz a figyút, adiós!